Egy nagy és fontos állomáshoz reményeim szerint, ha lesz folytatás, akkor mérföldkőhöz érkeztünk ma, hiszen először játszottunk kupában egy nálunk magasabban kvalifikált ellenfél ellen. De az első perctől kezdve úgy léptünk fel, hogy föl kell lépni. Tudtuk azt, hogy a Kisvárda nagyszerű erőből áll. Én elmondtam a meccs előtt is, hogy nem véletlen szerepel úgy, hogy szerepel, nem véletlen évek óta a meghatározó csapata a legfelsőbb osztálynak, nem véletlen van most is dobogós pozícióban. Ettől függetlenül a tiszteletünk mellett egy percig nem féltünk, és szerettünk volna nehéz estét okozni a vendégeknek. Hát ez annyira sikerült, hogy igazából, ha egy mondatban kellene lezárnom most a mondatomat, akkor azt mondanám, hogy teljesen megérdemelten jutottunk tovább, mert bár a Kisvárda birtokolta a labdát, a Kisvárda kezdeményezett nyilvánvalóan, de a taktikánk ült, nagyszerűen védekeztünk, és a néhány lehetőségünket pedig jéghideg profiként használtuk ki. Összességében a vendégeknek nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és reméljük, hogy lesz még azért nekünk is a kupában egy-két, ugye egy legalábbis nagy dobásunk. A szünetben mit mondtál a srác? Hát pont erre hívtam fel a figyelmet, hogyha az egész helyzet viccavérzetet, az egész helyzet fordítva lett volna, akkor ismernek a játékosok, tudják azt, hogy ilyen szituációban azért ott elég emelkedett a hangulat, olyan szempontból, hogy elég magas a hangszín, és az ellenfél edzője, stáb biztos, hogy rendre próbált tenni, de annak ellenére, hogy én azt éreztem, hogy Kisvárda mindent megtesz, igazából olyan birkózó hasonlattal, illetve nem nagyon találtak fogást rajtunk, mert védekezés az mindig az alap, és nálunk ez most nagyon működött, és bár azért úgy jöttek ki az első, a másik fedelére, hogy biztos, hogy hamar gólt lőni, és hogy 2-0-es eredmény, ez egy elég veszélyes dolog, ugye, ezt tudjuk, és az első gólt megszerezni, aztán már bármi lehet, szerencsére ez nem történt meg, és talán nem állott messze a valóságtól, hogyha azt mondom, hogy hát olyan túlságosan nagy zicserek nem is nagyon voltak. Volt lehetőségük, még egyszer mondom, remek csapatról van szó, de ahogy mondtam az előbb, nem találtak igazából fogást, véleményem szerint rajtam se, és rajtunk se. Én meg akkor annyit tudnék, hogy nyilván arra számított a Kisvárda, hogy masszív védekezés lesz a Budafok. Tehát arra számított, hogy olyan bátor játékot mutatta a Budafok, amelyikor az első gól is született. Ez pontosan így van. Én elmondtam a játékosoknak, elmondtam minden platformon, ahol megszólaltam, hogy borzasztóan tisztelem az ellenfelünket. Én tudom azt, hogy Kisvárda véleményem szerint kevés helyen van ilyen jók ezekben a szakma, mint Kisvárdán. Ez nagy dolog. Lehet őket szeretni, ők kevésbé szeretni, de én tisztelem ezt a szakmai munkát, ami ott folyik évek óta. De minden tiszteletünk mellett egy percig nem féltünk a mérkőzéstől. Ezt talán látszott a találkozón, és azt gondolom, hogy még egyszer mondom, a játékban földön kerekedtek, de mivel bátran játszottunk, szenvedélyen játszottunk, arcosan játszottunk, ami szép dolog, emellett talán még fontosabb, vagy legalább ilyen fontos, hogy a taktikai fegyelem az nagyon-nagyon feszes volt, ezért összességében szerintem megérdemelten nyertünk.